Sziasztok, Rudimester vagyok, és ismét eljött az idő, hogy egy arcade játékot mutassak benetek. 1989-ből a Klex című Atari játékot fogom most prezentálni, méghozzá az arcade verziót. A játéknak az a nagy szépsége, hogy kicsit olyan, mint a Tetris, ezáltal nagyon jó az újrajátszási faktora, és behúzza az embert nagyon, szerintem legalábbis engem annó behúzott. Jó magam annó emulátorral játszottam, nagyon sokat vele, és szerintem egy 20-szor biztos beleraktam. És imádtam, Pentium 1-en is tök jól elment annó az emulátor, úgyhogy nem kell semmi nagy gépigény neki, kezdjük is el. És az a furcsasága, hogy nem a klasszikus Start gombbal kell indítani a játékot, hanem a tűzgombbal. Kitől választom, melyik szintről induljunk? Hát én az alapszintről fogok most indulni, mert ott Elf is fogja mutogatni, mik a játéknak az alapszabályai. Úgyhogy első körben, tehát ilyen köveket lehet pakolgatni, vagy kell pakolgatni. Három köve egymás mellett, azok eltűnnek. Kicsit olyan, mint a... Van a Steam-en, az Audio Surf, ahhoz hasonló ez a felépítés. És különböző ilyen Klex hullámok vannak. És minden személyeket csinálunk, hogy most három ilyen, bármilyen triót hozzunk össze. És a lényeg az, hogy van ez a kis dobóeszközünk, amivel mindenképpen kell kapnunk köveket, ha három kő esett le. Tehát, hogyha három követ nem kapunk el, akkor még a játéknak. A másik mód úgy lehet, hogy tehát, hogy úgy lett másképp vége a játéknak még, ezen kívül, hogy betelik ez a lenti tárolórekeszünk, ez egy 5x5-ös, tehát összesen 25 kockát követ tudunk ledobálni. A vízszintes triók azok 1000 pontot érnek, az átlósok azok ugye szerintem 5000-et, a sima függőlegesek azok pedig 50-et, azok a legkevesebb, az a legkönnyebb összehozni értelemszerűen. És annál több bónusz kapunk, minél több kő van fent a kifutója ezen a szallagon. Nagyon vicces hangjuk van egyébként időnként. Illetve, hogy minél több helye maradt lent, tehát érdemes minél tisztább játékot véghez vinni. Itt most nekem csak megint 5 Klexet kell összehoznom. Ez a Klex, ez a Klex, ez a trió, hogyha összehozom. Meg is van. Már csak 4. És tudunk követ is csinálni, hogyha nem tetszik adott anyag, akkor a fölfele gombbal tudjuk visszadobni, és akkor egy kis időt nyerünk vele. Ami időnként jól tud jönni. De vigyázni kell vele, mert azért, hogyha túl sokat dobálunk vissza, akkor ugye a nyakunkba hullik a rengeteg anyag, és nem fogunk vele tüdőre jutni a végén. Tehát egyszerűen túl sok mindent fog a nyakunkba esni, és túl fogunk csordulni konkrétan. Mert az se jó, hogyha összesen három darab, ha jól emlékszem, összesen három darab elemet bír el ez a kis dobóeszköz, amivel mi jobbra járkálunk. Na, harmadik hullám. Itt csak akkor tudunk tovább menni, hogyha három átlós Klexet összehozunk. Ezt meg van, hogy jó eszközölni. Na, ez már jó. Ebből van már kettő. Úgy. Ez itt szép lesz, mert azt már dobom is oda. És csak meg az első. Diagonálunk. Nem lesz ez így jó. Nem jó. Ezt nem kellett volna. De még jó. Jaj, hol vagyok? Nem szabad engedni a kontrollert, mert kiesünk a lendületből. Na, ott a második is, és... ügyesek vagyunk, és jön annyi zöld. Egy zöldnek jönnie ki. Nagyon kell jönni egy zöldnek, mert szarba leszünk. És ott is a zöldünk. Szupinyó. Na! Yes! Hát ez egy egyszerű 10 pont. Mindezesen ez nem egy nagy kihívás. Két diagonállal meg is csináltuk a kívánalmakat. Minden egyes elkapott kőért kapunk 5 pontot, az is valami. Semmi nem mindenképpen több.
ezt én nem gondoltam. Meg tudok összehozni egy... Így lesz ez jó. Egy átló megvan. Az ott nem jó. Nem jó. Ajajajajaj. Az viszont jó lesz. És... ennyi. Na, a következő lesz szivatós, mert az már gyors lesz, és általában ott tudtam elvérezni. Úgyhogy meglátjuk, hogy most hogy megy. Igazából, amit látjátok, nagyon egyszerű egésznek a mechanikája. Itt 40 követ kell, 40 érkező követ kell túlélni. Hát ez nem egy olyan túl nehéz, de gyors lenni a kövek viszont. Nem egy nehéz a dolognak a mechanikája, könnyen meg lehet tanulni, és mégis... Mégis sokat lehet felszórakozni egyszerűen, mert az embert visszavívja, hogy még több pontot csináljon. Ez játéktelenben ez különösen ütős, mert ugye látjuk mondjuk a másnak a pont eredményét. Ez mindig egy kis ösztönző dolog, szerintem. Legalábbis játéktelenben az egyik legösztönző dolog ez volt mindig is. Hopp! Egy hibám van, igen. Középen ott van a drop meter. Egyik világít, az azért világít, mert egyet beszívtam, ugye? Elkapom. Áj! Jaj. Na jó, még egyet bedobunk. Ezt meg kell még egyszer. Ne legyen már 5-6 perces az egész, csak úgyhogy kicsit próbálkozunk hátha. Ó, hát ennél nagyobb Joker nem is lehet. Ennyi. Wow! Ennek kicsit meg... lefele gomba pedig húzni lehet őket. Tehát ezeket a köveket, hogy gyorsabban érkezzenek. Ha nem akarjuk kiválni az utolsó... másodpercük, hogy milyen gyorsan jönnek, vagy milyen hamar érkeznek le. Hú, meg kell tanulni beszélni is. Az se általán néha. Ez majdnem megszívtam. Így jó. Az is jó. Az is jó. Be van szépen minden készítve ott lenti triplára. Kév a zöld, az nincs. Nem baj. Egy és kettő. És... az már sok minden kicsit, igen, de vigyázni kell. Azért kár volt. És basszus. Itt igazából be mennyit csináltok? Most nagyon bedurult a helyzet, csak le kell pakolni őket, az annyi. Csak oda kellett volna érnem! Most próbálj még egyszer. Mennyi járunk? Nincs 10 perc. Jó, akkor legyen még egy. Majdnem lejárt az időm, bajba jöttem volna. Kérdezj még a felvétel, mindjárt megnézzük. Egyszer nem látom, hogy mit vesz fel a felvő eszközöm. Oké, rögzít, rendben. Egy tükörből kell, én nézem, hogy a... hogy a telefon mit rögzít. És majdnem meg volt, annyi a pici hiányzott már. Jobban kell oda kell figyelnem. Ott egy trió. Átlósálás, úgy gyönyörű volt. Bükke vagyok magamra, bükke. Nagy. Így, ezt én pont így gondoltam. Sárgát azt talpraikoljuk most. Oké. Na, ez így most így alakul, fele már lassan megvan. Csak kíváncsi vagyok, mi a következő hullám igazából. Remélem, hogy gyorsan végzek. Az egy jó pillanat egyébként, amikor így eltűnik, mert akkor tudunk mozgolódni. Meg azért arra is kell figyelni, hogy... de elkúrtam! Éljük túl! Ez nagyon csúnya volt az elvége, ez egy csúnya játék. Ez közel sem volt szép. Az nagyon csúnya volt. Jaj, választatok megint! Menjünk a 16-osra, akkor már rúd legyen kövér. Legyen 15 lex.
Figyeljetek, hogy fog jönni. Ömleni fognak az elemek szerintem. Ah, még nem. De milyen jó háttér, ilyen hajószerű. Ezt nem is láttam még. Tényleg a klaxet összehozni, hogy nem egyszerű, főleg úgyhogy ez így gyorsulni fog. Ez az. Ó, van Joker szírünk is. Ezzel én most ki fogok várni egyelőre. Hát nem. Zene egy kicsit hiányzik, mondjuk az nem ártana a játékban. Végülis nélkül is lenni, ezek a kis prüttyögések, meg klutyugások, ezek elég viccesek szerintem, így hosszú távon. Azt hiszem, dobjuk oda. Ezt oda, ezt a kettőt így rá. Ajjajjajjajjaj, kezd fokozódni a helyzet. Nem vagyunk így jóba. Az. Mennyi fehér, azt a mindenit. Ez így szép volt. És pontosan tudtam elkapni. Hát igen, azért itt már húzós. Itt már bizony húzós. És pont lesett és vége. Nem mondod, hogy bomb meg lett. Esett le. Vagy beszámolta vajon? Mert a hang az jött, de hogy be is számolta, azt nem tudom. 13 átlót, úristen. Ezt nem kellett volna. Picsába, na mindegy. Ez jó, oda, hogy... 13 átlósat összehozni. Nem lesz egyszerű. Ennek tök vicces hangja. Ez jó. Elvileg a kettőt is. Ez így gyönyörű volt. Kár, nem találtam el, utána jött. Mindegy. Meg lesz ez, de... Még 7. Ez lehetetlen. Ne, oda! Na mindegy, ennyi volt. Klexből szerintem ennyi bőven elég volt. Köszönöm a figyelmet, remélem, hogy jól szórakoztatok. Hogyha tetszett a videó, akkor osszátok meg. Teljesítek az igét, várom az új feliratkozókat, hogy legyünk sokan, legyen nagy roham, hogy ugdassam át, úristen. És egyre többen vagyunk, úgyhogy örülök, hogy... És egyre jobbak a visszajelzések is, hogy mindenkinek örülök, hogyha valamit kommentel a videóhoz. Szóval, köszönöm a figyelmet, játsztok, retrozatok, sziasztok, találkozunk máskor. Ciao.